Jó estét kívánok! Azt gondolom, hogy az ünnepek közelettével egyre többször gondolunk arra, hogy jó lenne egy kicsit elcsendesedni, egy kicsit megnyugodni, de valahogy ez egyre nehezebben sikerül így a karácsonyi forgatagban sokaknak. Akkor azonban, amikor este hazatérünk és meglátjuk az adventi koszorút, akkor talán mégiscsak eszünkbe jut, hogy bizony nem sokára itt van a karácsony, sőt az adventi koszorún nem sokára a negyedik gyertyalángja is fellobban, ugyanúgy, ahogy a város adventi koszorúján szombaton. Mikael Sámuelhez fordulok, a baptista gyülekezet lelkészéhez, akit üdvözlök és aki elfogadta a meghívásunkat. Hát szombaton ön fogja elmondani az ünnepi gondolatait, vasárnap pedig ugye már mindenhol otthon is ezek a lángok fellobbannak. Egy kicsit beszéljünk azért magáról az adventi ünnepekről, annak az üzenetéről is. Kezdjük is ott, hogy a negyedik gyertya mit jelképez. Segítsen nekem, üdvözlöm. Hát a negyedik gyertya az a szeretet gyertyája, és azt ünnepeljük, hogy Isten úgy szeret ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta. És a szeretet az elsősorban nem érzelem és hangulat kérdése a Bibliában, hanem ez egy döntés. Ez a János 3.16 azt jelenti, hogy Isten úgy döntött, hogy a legdrágábbat adja ide nekünk is értünk azért, hogy megváltson és megszabadítson minket. És az, hogy Jézus eljött a mi világunkba, a világosság belépett a sötétségbe, ezzel ez a világosság elűzte a sötétséget és hozott szeretetet számunkra. A Bibliában a világosság az egy személy. Az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat sötétségbe. Tehát akkor egy gyertya tulajdonképpen egy jelkép. Egy jelkép. Ugye a négy gyertya, az első a hit, a második a remény, a harmadik az öröm, és a negyedik a szeretet jelképe. Engem mindig érdekelt az, hogy, és egy kicsit eltérve még az adventi gondolatkörtől, hogy vannak az adventi koszorúk, ezeket most szeretjük nagyon feldíszíteni, cicomázni, de el lehet ezt rontani, vagy tudunk vele bármilyet tenni, ami nem illendő? Hát úgy gondolom, amikor a szimbólum vagy a jelképek fontosabbá válnak, mint az ünnepelt, akkor nagyon mellé lehet vágni az ünnepeknek. A bevezetőben említette azt, hogy egyre nehezebb elcsendesedni, hogy közeledik az ünnep. Hát Isten gondoskodott az életemben arról advent előtt, hogy elcsendesedjek. Novemberben lebetegedtem, és nem sikerült otthon kikezelni a Covid betegségemet, és bekerültem a kórházba egy heti kezelésre. És hogy sok mindent láttam és tapasztaltam. Sajnos mind a két szobatársam elment az élők sorából, és ott nagyon közelről megcsapott engem egyrészt a halálnak a szele, másrészt, hogy mit tett a szeretet a gyakorlatban. Isten nagyon sok lehetőséget adott arra, hogy segítsek a szobatársaimnak, hogy etessem őket, hogy betakarjam, hogy megitassam, hogy bátorítsam őket, hogy vigasztaljam. De a legmegrázóbb mégis az volt számomra, amikor az osztályvezető orvos szobája közel volt hozzánk, és minden vizit végén referált, hívta a rokonokat, XY elment, fogadja őszinte részvétünket, XY válságos helyzetben van. Ami viszont legjobban megviselt, mikor azt mondta, hogy XY meggyógyult, lehet érte jönni, és a hozzátartozók közül senki nem akart jönni. A doktor úr azt mondta, hogy a mi dolgunk az volt, hogy meggyógyítsuk az anyukáját, az ön dolga a további gondoskodás. És azon gondolkoztam most az ünnepek közeletével, ha már a szeretetről beszélünk, hogy némeknek valóságos kéne a karácsony, mert tudják, hogy ez a szeretet ünnepe, és valamilyen módon a családnak találkozni kellene. De hogyha a családok szét vannak zűlve, ha tele van ellenségeskedés a családi kapcsolatok, akkor úgy gondolkoznak rá, hogy valahogy kibírjuk az ünnepeket egymás mellett. Jézus nem ezért jött, hogy kibírjuk egy napot, egy kettőt, hármat, négyet. Nem azért jött, hogy fegyverszünet legyen a kapcsolatainkban, hanem azért, hogy több békességet hozzon. És úgy is mondhatnám, hogy ahol Jézus megjelenik, olyan, mint akkor felkapcsolják a villanyt. A mi világosságunk az olyan, mint a rendőrlámpa, hogy sötétbe vagyok, és belevakítok a szemedbe. És vakítgatjuk a magunk igazságával egymást, és ezt teszi az egész társadalom. De mikor Jézus eljön, akkor úgy felkapcsolják a villanyt. És akkor nincs szükség az elemlámpákra, akkor mindenki látja magát az ő világosságába. Tehát, hogyha akkor vissza akarok kanyarodni és megválaszolni a saját kérdésemet, akkor igazándiból nem lehet elrontani, azt tudjuk elrontani, hogyha nem gondolunk bele, hogy miért van ott az adventi koszorú. Igen, ha nem arra emlékezünk, akiért ott van. Azért négy gyertya, négy szimbólum, gondolom, hogy négy külön jelentés. Igen. A negyedik gyertyának mi a jelentése? Hát, hogy említettem, az már konkrétan a szeretetről szól. Ugye az első a hit. A második a reménység, a harmadik az öröm gyertája, de a negyedik az már arról szól, hogy elérkezett, idejött közénk az Isten szeretete. És
A Biblia azt mondja, hogy Jézus megjelenik, ott ledőlnek a falak. Van egy nagyon érdekes ószövetségi prófécia, hogy kardjékból kapákat, dárdékból metszőkéseket csinálnak. Ez azt jelenti, hogy fegyvert úgy alakítom át, hogy abban még egyszer fegyvert nem lehet csinálni. És amikor Isten eljön valahova, akkor átalakulnak a gyűlölet szimbólója, a fegyverszimbólumok átalakulnak építő, életet adó eszközökké. Hát ezt hozza Jézus, amikor belép az életünkbe. Tehát nagyon durva hasonlattal élve, akkor ez olyan, mintha egy nagy harangot kongatnál, hogy gyerekek, elhagyjuk már most már francba az egészet, és viselkedjünk szeretetteli emberekként. Tehát, hogy alakuljunk át valami igen. Picit jobbá. Még ennél is több. Ennél is több, mert én azt tapasztaltam a saját életem, amikor Jézus belépett az életembe, és megtapasztaltam az ő bűnbocsátó kegyelmét, szeretetét, erejét, akkor nem viselkedni tanított meg, hanem belülről kezdett átformálni. És úgy hiszem, hogy karácsony nagyon alkalmas lehetőség arra, hogy behívjuk Jézust az életünkbe, hogy ne viselkedni tanítson meg, hanem belülről alakítson át minket. Hát a következő kérdése pont erre világított volna rá, egy szerkesztő kollégáim is fölírták, hogy mi a karácsony legfontosabb üzenete, de én ezt inkább úgy kérdezném, hogy a karácsonynak sokféle üzenete van, és ez mind egyedi, vagy hogy képzeljük el? Van egy nagy üzenet, amit el kell képzelnünk, vagy elég, hogyha mi magunk értelmezzük? Hadd mondjak egy gyakorlati alkalmazását ennek. Nemrég olvastam egy elég vaskos könyvet Judit Éva Egertől. Ő egy holokausztot túlélt, vagy megélt zsidó lány volt, 14 évesen volt Auschwitzba egy évet, és aztán túlélte. És a könyvében van egy nagyon megdöbbentő mondat, így szól: nem dönthetünk úgy, hogy eltüntetjük a sötétséget, de fény gyújthatunk benne. És én úgy gondolom, hogy Jézus azért jött, hogy fény gyújtson a sötétbe. És aki változni akar, az beláll az ő világosságába. Viszont ami képmutató vallásos világosságunkat zavarja ez a világosság, és nagyon sokan menekülnek ettől a fénytől. Én úgy hiszem, hogy döntenünk kell, hogy belállunk ebbe a világosságba, vagy még jobban beleburkolózunk a saját sötétségünkbe. Mit jelent a saját sötétség? Hát nagyon sokszor belevakulunk a mások hibájába. Mikor mindig azt keresem, hogy más miért hibás. Ez például is sötétség. Tehát bele tudok vakolni a másik hibájába, bele tudok vakolni a saját igazságom, hogy nekem minden áron igazam van. És ez már elég ahhoz, hogy megsötétedjek. Hát ezekből a mindennapi sztereotípiákból kell egy picit kilépni. Ki kell lépni. Akkor, amikor arról beszélünk, hogy mindezt ugye családi vagy szeretteink közösségében tesszük, akkor ezt azért nehéz pillanatok alatt visszavarázsolni, már pedig sokszor ezt tesszük, nem? 23-a, 22-e környékén elkezd úgy működni a család, mint ahogy hát sokszor inkább egész évben kéne. Hát, mint lelkipásztor, ugye lelki gondozok is, és kérdem én, ha májusban kibékül egy férje feleségével és nem válik el, az nem karácsony? tehát úgy látom én, hogy amikor az emberek beengedik Isten világosságát az életükbe, ott nagy változások történnek. És ez a gond az ünnepek, hogy néha visszafogjuk magunkat és viselkedünk olyat, hogy beengednénk a valódi világosságot a szívünkbe. Hát nem az a lényeg, hogy Pistikén a rénszarvasos nyakkendő rajta van-e, hanem hogy Pistike ott van. Így van. És hogy van ott? Hogy viszonyuljunk az ajándékokhoz? Hát nyilván az ajándékok akkor igazán helyén valók, hogyha emlékeztetnek a nagy ajándékra. A Bibliában van egy igeversem, azt mondja, hogy hála legyen az Istennek az ő kimondhatatlan, kibeszélhetetlen nagy ajándékáért. Ez az ajándék Jézus Krisztus. Ha az ajándékok eltakarják Jézust, akkor kontraproduktívak. De hogyha emlékeztetnek arra, hogy kicsoda ő, akkor lehet nagyon hasznos. Hát gondolom, hogy most már így a készülődés hevében még talán kevesen fontolgatják, de ettől függetlenül azért van mód is lehetőség arra, hogy a lelki és vallási értelemben is megéljük az ünnepeket, ugye az adventi gyertyagyújtás, de gondolok itt akár a karácsonyi misékre is. Fontosak ezek az alkalmak, vagy kiknek fontosak? Én úgy gondolom, hogy mindenkinek fontosak. A templomok mindenki előtt nyitva vannak. De talán az a még csodálatosabb karácsonyban, hogy Isten oda jön, ahol vagyunk. Tehát az első karácsony nem egy templomban, egy istálóban zajlott. És ez azt jelenti, hogy Isten elfogadja ezt, amit adunk neki. Nem sértődik meg. Kitölti azt a teret, amit adunk neki.
És hogyha valaki éppen nem tud a misére elmenni, lehet, hogy az egyedüléti magány, vagy éppen a kórház falai között kezd megünnepelje, Jézus oda jön hozzá nagyon közel. Hát én kívánom önnek is, és persze mindenkinek, aki így minket néz, hogy ezt tapasztalja meg, érezze át, áldott és békés, valamint boldog karácsonyt kívánok önnek, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Én is áldott ünnepet kívánok minden kedves nézőnek.